Ez a kívánságszolgálata, a heti tévé kívánságműsora. Jó napot kívánok mindenkinek! Izgalmas fél órát ígérhetek önöknek, és természetesen mára is hoztam egy napi gondolatot. Nézzük is! Détót Kriszta tollából származik. Komoly lecke azzal szembesülni, hogy vannak emberek, akik csak azért olvasnak bele a cikkekbe, hogy megkeressék a csomót a kákán. Természetesen Facebook oldalunk most is rendelkezésre áll, facebook.com/kívánságszolgálat. Itt kattintsanak az üzenetküldésfűre, és már is írhatnak nekünk. Köszöntsék fel szeretteiket, hozzátartozóikat, éljenek a lehetősége, legyen az házasság, évforduló, születésnap vagy névnap, legyünk mi a meglepetés, mi ebben örömmel veszünk részt, és üzenetüket eljuthatatják SMS formájában is a +36 39 10 5 7 77-es számra. Természetesen ma is lesz vendégem itt a stúdióban, ide várom Póli Boglárka operett énekest, tartalmas beszélgetést ígérhetek. Az első üzenet pedig így szól, Tárnoki Mátyásné Radics Márk legújabb klipjét kérte, és szeretettel küldi minden ismerősének. Valóban talán egy hónapos sincs ez a klip, amit most megnézhetünk, hallgathatunk közösen, a dal címe Édes Szempár. Nem kell hazug szerelem, én az igazit keresem. Nem vagyok én olyan srác, aki csak úgy kihasznál. Nem kellenek rossz napok és magányos hónapok. Nekem kell egy igaz kincs, kinek földön párja nincs. Legyen édes szempár, és érezzem már vagy szerelmét. Nekem úgy érzem jár, megérdemlem valaki hű szívét. Legyen szélem, tors szemmi, varázslatosan csak is felém száll. Gyere már, ó, édes szempár. Nem kell hamis kacsintás, megtévesztő csábítás. Nem én vagyok az a srác, aki tudod erre vár. Nem kellenek rossz idők, viharok és hígesők. Nekem tudd meg, te kell lesz, és benned minden meg lesz. Legyen édes szempár, és érezzem már vagy szerelmét. Nekem úgy érzem jár, megérdemlem valaki hű szívét. Legyen szélben tors szemmi, varázslatosan csak is felém száll. Gyere már, ó, édes szempár, ó, édes szempár. Póli Boglárka operetténekes pedig itt van velem a stúdióban. Szervusz, szeretettel köszöntelek, örülök, hogy eljöttél. És köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves nézőket. Azért lelassult a világ a művész életben is, és akár ami a te fellépéseidet illeti, gondolom hasonlókról számolhatunk be. Hát igen, nagyon sajnos, hogy 4-5 hónapja, hát tulajdonképpen abszolút nem dolgoztunk úgy olyan formában, hogy nem volt fellépés élő közönség előtt. Most azonban megtört a jég, mert most szombaton már voltam fellépni.
Hát nagyon nagy élmény volt amúgy, el kell, de hogy gondolom, mondjam. Az itt a kislányod például örült neki, hogy többet lehettél vele együtt. Mert két azért, kislányom amikor, van. Na pláne, igen, mindkét igen, kislányod. Igen, igen, hát ők örültek persze, de a nagylányomnak online tanulás volt, úgyhogy az is hát egy nagy erőpróba volt. Meg azért két gyereket lekötni otthon, szóval akinek gyereke van, az tudja, hogy soha nem unatkozik. Úgyhogy nálunk is egy hagyományos családi élet zajlott otthon. 0-24-ben a gyerekekkel voltunk. Szerencsére februárban még a vírus előtt új otthonunkba költöztünk, és ez egy családi ház, úgyhogy van kertel, kert, erdő a közelben, kispatak, úgyhogy lehet biciklizni, szóval lefoglaltuk magunkat, de hát a normális kerékvágásba nagyon szeretnénk visszakerülni, és hát nagyon várjuk, hogy minden úgy menjen. A színpad hiánya nem pótolható, de azért, amikor te fellépésről fellépésre jársz, járod az országot megállás nélkül, azért azt a rohanást most egy picit kompenzálni talán lehetett benne jó is. Persze, persze, hát jó leső egy kicsit megállni, de aki ismer, az tudja, hogy én ilyen nagyon duracell elemmel működöm, úgyhogy én hétvégente akár 5-6 fellépést is megcsinálok, és az több ezer kilométert jelent. Tehát én járom az országot, vagy akár Szlovákia felvidékre elmegyek, vagy Romániába. Tehát nekünk a péntek, szombat, vasárnap az egy őrült rohanás, és tulajdonképpen az egész életem, nem is tudom, talán gyerekkoromban pihenhettem. Azért mondom, ez sorszerű egy picit, hogy most muszáj volt egy picit pihenni. Azon. Lehet, hogy így kellett lenni, hogy a világ egy pillanatra megálljon, és elgondolkozzon, hogy jól csinálta a dolgokat. Én amúgy nagyon optimista vagyok. Tehát én mindig a jót próbálom meglátni mindenben, és én bízom benne, hogy ettől jobb következik, és nem lesz második hullám, és mindenki élheti az életét úgy, ahogy eddig. Úgyhogy én nem vagyok borulátó soha. Ezt az időszakot sem úgy éltem meg, mert kihasználtam arra, hogy új szerzeményeim lettek az új CD-mre. Talán ősszel most már összeáll a CD, és egy operett válogatás lesz ez, de kicsit más formában, kicsit modernizálva, modernebb alapokra, zenei alapokra dolgozunk. Ezt hogy fogadja mondjuk majd a környezet? Mert ugye van, aki korkövető, modernnek és teljes mértékben lelkesedik érte, van, aki meg esetleg szentségtörésnek gondolhatja, hogy miért piszkálunk meg jól bevált dalokat. Nem, 2020-ban már ez nem szentségtörés, sőt, vágyik a közönség erre. Tehát egy szabadtéri rendezvényen, ahol járkálnak, ahol eszem, iszom, dínom, dánom van, ott sokkal jobban odafigyelnek egy ritmusosabb zenére, ami egy kicsit harsányabb. Az idősebb korosztály, ahogy mondod, tehát lehet, hogy a 60-70 pluszosoknak lehet, hogy valóban a régi, a hagyományos. De mondjuk a dallamok, vagy meg a szöveg az akkor is az ott ugyanaz, van, és a fülükben van. És igen, az ugyanaz marad. Lehet. Igen, igen, igen. De ők is azért szeretnek táncra perdülni, 70 pluszosokat, és a műsor végén egy most kezdődik a tánca, mindig táncra bírom, úgyhogy még bottal is szoktak táncolni, arra is volt már példa, hogy eldobja a botot az idős néni, úgyhogy hát minden közönséggel úgy jól kell bánni, tehát az adott szituációnak meg kell felelni, hogy egy falunapon, egy zárt körű rendezvény, egy idősek napján, mindig más közönség, és akkor megtalálom a hangot, közös hangot velük, és úgy. Egy kicsit felpörgetjük mi is a hangulaton. Kollár Erikkel van egy duetted a Mágnás Miskával, a Cintányéros Cudarvilág. Ezzel folytatjuk, utána jövünk vissza. Mulatok jó italokat hozatok, egy notát is elhozatok. Úgy mulatok, mint egy úr, bébi finom. Egészségükre! Szevasz! Szevasz! Jaj! Figyelj! Cintányéros Cudarvilág, iszunk egy korcsocskát! Cintányéros Cudarvilág, lopunk egy csókocskát! Cintányéros Cudarvilág, amíg
csapatnak éhes nő. Cintány érok, szarad világ a díj, meg a festő. Poli Boglárkával pedig beszélgetek is tovább, és nyilván, ha most a tanulmányokról kellene szót ejteni, akkor holnapig itt ülhetnénk, annyi iskolába, annyi helyre jártál, viszont a kezdetekre mindenképpen kíváncsi lennék arra. Az első pillanatra, amikor tudatosult benned, hogy te már pedig nem engedsz a színpadból. Hát ez nagyon pici koromban volt, ilyen 9-10 éves lehettem. Néhány évvel ezelőtt. A televízió előtt ültem, én filmszínésznő szerettem volna lenni, aztán a szüleim elmagyarázták, hogy ez nem úgy kezdődik, hanem először színházba kéne játszani, és akkor esetleg bekerülhetek majd filmekbe is. És akkor egy amatőr gyermek színpadhoz kerültem, 10 évesen, 11 évesen kiválasztottak a Debreceni Csokonai Színház egyik főszerepére, az Óza Nagy Varázslóba Doroti voltam, na hát, és akkor onnan nem volt vissza. A gyermekkori álom hirtelen megvalósult, hát, és kapaszkodunk hozzá. Olyan dolgok valósultak meg, ez mindig azt szoktam mondani, hogy meg se álmodom, és megtörténik. Tehát ott álltam főszereplőként 2-3 óra hosszát a színpadon, körülöttem forgott minden, a smink, a haja, minden értem volt, és ez annyira elvarázsolt, tehát innen nem volt vissza. De amikor ez a pálya körvonalazódott, akkor otthon minden támogatást megkaptam, mert ilyenkor szokták mondani, hogy lányom, legyen egy rendes szakmád, mert azért ez egy nagy hullámvasút, lássuk be, hogy... Nagyon nagy hullámvasút, hogy rengetegen. Hogy nem egy életbiztosítás. Rengetegen le akartak beszélni, nagyon sok buktató volt. Az édesapám, aki nem engedett ebből. Tehát amikor én is elbizonytalanodtam, ő azt mondta, hogy már pedig kitartunk, ebből nem engedünk. Talán azért, mert neki nem sikerült olyan szakmában elhelyezkednie, tehát neki a szülei nem engedték, hogy az legyen ami, és ő tudta, hogy milyen egy életet végig dolgozni egy olyan szakmában, amit nem igazán szeret az ember. Őt műszaki pályára erőltették, és teljesen humán vonalon kellett volna elindulni, és hát a verseket is ő szeretette meg velem, szóval a színházat jó, is. Látjuk a színpadon, lubickolsz, ha jóban, és tehát, szereted. Igen. Úgyhogy a szüleim és édesanyám is, hiába műszaki tanár volt apukám, műszaki ember, anyukám orvos, de ilyen bolondos lányuk lett, április 1-én születtem, és elfogadták. Szerintem már látták, én pici korban is már voltak ilyen ambícióim, látták, hogy nagyon szeretek a központban lenni, szerepelni, és hát ez kinőtte magát, hogy színház, zenei tanulmányok, zongora, ott ez az, hogy tánc, nekem a Bartók Béla torna. Konzervatóriumon megakadt a szemem, hogy te még oda is jártál, tehát hogy azért énekművész, igen. Tanulásban is meg volt alapozva alaposan. Igen, tehát a szüleim, mivel ennyire tanult emberek, szerintem ő miattuk, ők ragaszkodtak, hogy tanuljak, hogy legyen papírom is erről, bár ez nem számít, hát ez így viszont van. Az, amit ott szereztem, tudás, az igenis számít. Tehát az, hogy egy énekes kottát olvas, hogy hangszeren játszom, hogy zongorázok, tehát ezek
ezek szerintem olyan stabilitást adnak, hogy nem tud zabarba hozni egy kotta, vagy tehát, hogy ezek nagyon fontos háttérország, hogy igen, hogy van az embernek egy tudása, és emellett amúgy senki soha nem kérte a papírjaimat, semmit. Ezt... Jó, erre szokták mondani, hogy nem a papírtól megy az autó, de van példaképed? Hát... Vagy most nehéz erre válaszolni, hogy valakit megbántsunk. Nem, régebben amerikai színésznőket emlegettem volna, de most már annyira összeforrasztották az egyéniségemet és a nevemet az Oswald Marikába, úgyhogy őt kell, hogy mondjam, mert a Marikában van az a tűz, az a kitartás, az a temperamentum, amit én is képviselek, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy amikor minden egyes fellépés után elmondják, hogy Oswald Marika lánya vagyok-e, és ezt akarják bizonygatni nekünk a Marikával, a végén már rájuk hagyjuk, persze, rokonok vagyunk. Úgyhogy most már az elején furcsa volt, hogy mindig valakihez hasonlítanak, most már büszkén vállalom, hogy igenis Oswald Marikához hasonlítanak, és ez olyan bók, hogy ő lehet a példaképem, hogy ilyen kitartóan, amit ő is képvisel, hogy ennyi idősen ilyen energiákat mozgat meg, hát ez példaértékű, azt kell, hogy mondjam. Bennem is van kraft. Ezt de, látjuk. De remélem, hogy ez nem fog elfogyni. Ez a lelki erő, talán a lelki erő mozgatja ezt a fizikumot is. Egyetlen tőmondatra maradt időnk. A Mosoly országából mi belépőjével folytatjuk. Vezessük fel, tényleg csak egy tőmondat. Hát ez egy különleges operett, azért, mert ez operának készült, Lehár Ferenc operaként írta meg, és valóban a zenei anyaga is operai nehézségeket mozgat meg, és nem happy end a vége. Úgyhogy ebben a szerepben azért tud egy szubrett lubickolni, mert drámai színeket is meg tud mutatni, nem csak ezt a ugri-bugri cigánykerék, ami kötelező ma már, és ami védjegyünk, hogy minden fellépésen én is cigánykerekezek. Ebben az egy operetben nem kellett cigánykerekezni, viszont könnyeket lehetett fakasztani. Köszönöm, a nézőben. Köszönöm a meghívást. És kezdjük el csókolom. Na nézd csak! Hát maga nem az én ma reggeli kis teniszpartnernő? Most haragszik, ugye, hogy nem ismertem meg rögtön? Nem tesz semmit. Dehogy is haragszom. Hisz hogyan is ismerhetne rám ebben a ruhában? Thank you.
Póli Boglárka operetténekes volt a vendégem itt a stúdióban. Minden héten, hétfőn, szerdán és pénteken 4:30-tól várom Önöket új adással. Az ismétlést vasárnap 13:15-től láthatják itt a Heti TV-ben. Ekkor a heti három műsort egymás után megszakítás nélkül megismételjük. Keressék YouTube csatornánkat is, ott a keresőben írják, vagy keresőbe írják be, hogy kívánságszolgálat Dr. Klemenc Zoltánnal, tehát a műsor címét, és akár iratkozzanak is fel YouTube csatornánkra, így első kézből értesülhetnek. Már is nézzük az évfordulókat. 77 éve született Robert De Niro, amerikai színész, 161 éve először használtak légipostát, egy hőlégballon szállított 100 levelet New Yorkban a 44 kilométerre lévő Lafayette-ből. Tehát New Yorkba ment ez a 44 kilométerre lévő helyszínre a posta. 88 éve adták át az első magyarországi villamosított vasútvonalat. Váci Viktorné a saját kedvére kérte a következő felvételt. Közreműködik Miskolci Balogh Zoltán és zenekara. Miért vagy oly féltékeny, énekel Gáspár Anni. Miért vagy oly féltékeny, ezt nem értem. Talán, hogy a legényeket megnézem. Nem csukhatom be, nem jelent. Vakságot nem ígértem, csak szerelmet. Nyugodt lehetsz, ezután is szeretlek. Vakságot nem ígértem, csak szerelmet. Nyugodt lehetsz, ezután is szeretlek. Vakságot nem ígértem, csak szerelmet. Nyugodt lehetsz, ezután is szeretlek. Vakságot nem ígértem, csak szerelmet, így nyugodt lehetsz, ezután is szeretlek. Molnár Gézáné Ilona férjét köszönti a következő felvétellel, üzeni nagyon szereti. Én lassan öregszem, énekel Bokor János, közreműködik Tordai Zoltán és zenekara. Hogy én lassan öregszem, erre nem törekszem. De sajnos az idő eljárt. Elszállom a kapacskét, a szép kis fenyecskét. Nincs már több tavaszom, ez a nyár sem a rémár. Bevallom ez is testfejemmel, a május úgy lefőz, hát szívembe merüppett az aranysárga kőz. Én lassan öregszem, erre nem törekszem, de sajnos az idő,
Ma ünnepli születésnapját Breuer Péter, a Heti TV hírigazgatója. Nagyon sok boldogságot kívánunk neki. A következő percekben az általa is szeretett dallal folytatjuk. Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország, a szöveget Kulinyi Ernő írta, akit 1944. október 23-án deportáltak Budapestről és hősi halált halt. A zeneszerző Vince Zsigmond és egyébként a Hamburgi Menyasszony című operetben hangzott el először Nagy Anikó énekel. Hogy van tánc rokén?
Köszönöm szépen. Nagy Anikó mellett közreműködött Lakatos Miklós és zenekara. Keressenek bennünket a Facebookon, vagy akár küldjenek SMS-t. Várjuk ezeket a gondolatokat szeretettel és örömmel teljesítjük a kéréseket, kívánságokat. Elérkeztünk műsorunk végéhez, legközelebb is várom Önöket. Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!